De úgy néztem, hogy holnap már apad. Meglátjuk. Hát végül is, hogyha én bejöttem itt a teritoriumába, akkor jogos is volt az ijesztés. Az biztos. Én se szeretném, hogyha a lakásom előtt tényleg valaki ott horgászna. Az biztos. Ez nem tudom mi, ami így csak egyet-egyet üt. Ennyi idő alatt nekem már szokott ponykapásom lenni, hogyha elég tiszta a víz. Jókor jó helyen vagyunk. Úgyhogy ez a helyzet. Egyelőre még ponykapás nem volt. Reménykedjük benne, hogy lesz. Bár tényleg az áradó víz nem kedvez a pontnak, de tegnap a kollégáknak volt kettő pontjuk. Na mondom, akkor hát, ha nekem is lesz. Ráadásul nem is ilyen finomabb felszereléssel horgásznak, tehát ha durvább szerelésre van két kapás, akkor finomabbra lehet, hogy négy. Én nem jellemző a 10 kilós. Bemenne oda, azt tuti, hogy egyből lehúzna vagy 30 métert. Volt már itt akkora pontjam. Szerencsével fogtam meg. 12 kilós. Az volt a szerencse, hogy tele volt ikrával és... És a fél farka hiányzott. Amúgy ez biztos, hogy bohócot csinált volna belőle. 100%. Na, akkor most már csavard le. Most megvárom, még elviszed. Úszad meg. Csavard le. Úszik fele. Megint keszeg lesz. Pontja az éma. Belevágjak neki ebbe a húzgálásba. Na. Ez nem ponty. Megint karika. Hát a karikák vannak itt, hát nem tudok neki mit csinálni. Egyelőre nincs ponty. Bagoly gyerek. Bagoly gyerek. Az van itt, a keszegek vannak itt korán, akkor nem is kell ide korán jönni. Van nálam giliszta, de ezek biztos összeszednék azt is. 100%. Na majd most jön fel a nap, majd most lesz. Há, kapsz a pofádra. Ne ijeszgessé. Ás, kis hunyi. Tűzdelem a hóddal. Az anyja jó minden ide. Nem tetszik neki, hogy itt horgászok. Nem tetszik neki, hogy itt horgászok. Ez ijesztés volt már. Hát igen, úgy nézem, hogy azért csak rakja, tehát hiába van hajnal. Csak rakja itt nekem a zsinórt. Hát, majd.
Háromszor megijesztett. A kis piszok. A kis piszok, hó, gyerek. Ez lehet, hogy másik volt, amaz nagyobb. Most amaz nem látom. Akkor ez is amaz. Itt lakhat. Tetszik neki, hogy itt horgászok. Vagy csak kíváncsi. Remélem nem támad meg. Mekkorát tud harapni egy hód? A fene tudja. Ó, nagy foga van, ha ki tud dönteni egy fát, akkor leharapná a kezem biztos. A 100%. Hát baj, a videó érdekesség szempontjából jó úr. Szerintem mind a három megmozdulás a filmen van úgy. Mindjárt kikapcsolom a kamerát, mert fel kell vennem az oknit gyerekeket. Azért köszönöm, ha lájkolod a videót, az mindig jó.